Sztrájkra is kész a vasas szakszervezet a kafetéria adójának emelése miatt. Azt mondják, ezt mind a munkavállalók fogják megfizetni, ugyanis az ő juttatásaikat csökkentik majd a cégek. Az Együtt PM úgy számol, egy átlagos kétkeresős család évi 100 000 forintot veszíthet el. Az RTL Híradó által megkérdezett adószakértő szerint pedig nagyjából akkora terhet jelent a kafetéria adóemelése, mint a visszavont netadó. Ennyien tüntettek a netadó ellen Budapesten, a kormány egyelőre letett az új adó bevezetéséről, így az ebből várt 25 milliárdos bevételről is. Becslések szerint körülbelül ennyit hozhat az államnak a kafetériát terhelő adó növelése, de hogy pontosan mennyit, azt még nem tudni. Valamennyi bevételnövekedés biztosan lesz, ennek a mértéke nehezen jósolható, becslésem szerint 15-20 milliárd forint lehet az a maximális összeg, ami a költségvetés bevételi oldaláról jelentkezni fog. 2009-ben még 20% adót kellett fizetni a kafetéria után, most csak nem 36% az adó, ez emelkedne a kormány tervei szerint jövőre 51%-ra, ez 43%-os emelkedés. A Híradó által megkérdezett szakértő szerint az adóemelés vesztesei a dolgozók lesznek, mert a munkaadók nem fognak több pénzt költeni a kafetériára. A munkavállalóknál fog jelentkezni ez a pluszadó, kevesebb lesz az a nettó juttatás érték, amit ugyanabból a pénzből meg tudnak kapni. Vagyis ha egy munkavállaló eddig 10 000 forintot kapott, és a munkáltató az eddiginél nem akar többet költeni, akkor jövőre csak 8 900 forintot vihet haza béren kívüli juttatásként. Az elképzelés ellen ezért több szakszervezet is tiltakozik. Nagyon-nagyon sok munkáltatót érint. Ez már nem a vállalaton belüli kérdés, amit el lehet rendezni, hanem bizony a vállalaton kívülre kell helyeznünk ezeket a megmozdulásokat, vagy uram, bocsánat, egy Isten, akár még a szárkik is el lehet menni. Az Együtt PM szerint Orbán Viktornak hasonlóan kellene eljárnia ebben az ügyben is, mint a netadóval kapcsolatban. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy meggondolta magát, felhívjuk a figyelmét, hogy még lenne jó pár ilyen ügy, amelyikben egyébként visszakozásra kellene rávenni a kormányát, illetve erre kéne utasítást adnia. Ilyen a csak egy példát mondjuk, a kafetéria megadóztatása és a további terhek rátétele a dolgozó állampolgárok béreire. Az Együtt PM számításai szerint egy átlagos kétkeresős családtól egy év alatt 100 000 forintot veszel a kormány az adóemelésével. Az állításra a Fidesz ma nem reagált.